Virágzó sportágnak mondható a vitorlázás Szabadkán, illetve Palicson. Ezt mutatja a gyerekek túljelentkezése is, ugyanis márciusban az idény elején a projektben előért 3 csapat helyett 5 vitorlás iskolával indult Palicson a szezon. Ezen kívül 2 vitorlás tábort is tartottak a nyár folyamán haladó versenyzőknek, valamint csaknem 75 versenyzővel a hagyományos szüreti vitorlás versenyt is megrendezték. Előző években 30-40 kezdő vitorlásunk volt, illetve annyian írták be a vitorlásiskolát, az idén pedig 61 kisgyerek jelentkezett a vitorlásiskolába, ami úgy gondoljuk, hogy nagyon szép szám. Az IPA projekteknek a lényeg a határon átnyúló együttműködés, és kiemelném ezt a részét is a projektnek, ugyanis a határmenti régióból, Magyarországról is jöttek fiatalok ide a vitorlásiskolába vitorlázni. Már ez is megtörtént előző években, és innen indult maga az ötlet is a projekt megvalósítására. A belgrádi országos vitorlás bajnokság áll még a 24 igazolt palicsi versenyző előtt, majd következik a téli felkészülés. Tavaly a kondíciós edzéseket Magyarországon Szentesen szervezték meg. Fritz Péter oktató elmondta, a cél az volt, hogy egyrészt elméleti tudást kapjanak, másrészt a vitorlázás gyakorlati részéről is beszélgessenek, sporttudomány, egészségtudomány, táplálkozástudomány szempontjából. Személyes benyomása, milyenek a vajdasági kis vitorlázók? Hát nagyon cukik, hogyha ezt így lehet fogalmazni. Nekem nagyon nagy feltöltés volt ez a többnapos tábor, mert tényleg sokat kaptunk tőlük. Mondom, a mai napig vannak kapcsolatok velük. Voltak rádöbbenések, hogy ezt nem így kéne, ezt úgy kéne, hogy kéne, és mertek fogalmazni kérdéseket. Szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy merjenek kérdezni a gyerekek. A sportvitorlázásnak Palicson egyébként nagy hagyománya van. Még Vermes Lajos nevéhez fűződik a Palicsi Vitorlás Klub megalapítása, amely több mint 100 éves hagyománnyal büszkélkedhet.